Amikor a polgármester a választás előtt felállt a közgyűlésről, és ott hagyta a frakciójával a közgyűlést, és így veszélybe sodorva sok megfozandó döntést, akkor ő úgy állt fel az asztaltól, hogy legyen béke. De ahhoz képest, hogy lezajlott a választás, nem látjuk sajnos nyomát, hogy legyen béke, pedig rajtunk nem fog múlni ezután sem, hogy legyen béke, és arra fogunk törekedni, hogy legyen béke, és legyen fejlődés, hisz ez a kanizsai polgárok, illetve a Nagy Kanizsa érdeke is. Maga az egész folyamat onnan indult, hogy a város napját azt a szervezeti és működési szabályzatunk rögzíti, amely kimondja, hogy április 20-án említették először Nagy Kanizsa, vagy hát Kanizsa városát, így hát az a döntés van érvényben már jó régóta, hogy a város napja az minden év áprilisának utolsó péntekje. Akkor kell megtartani a díszközgyűlést és a hozzá kapcsolódó programokat. A város napja rendezvény sorozatát illetően a tárgyévet megelőző évben születik már döntés ősszel, legkésőbb ősz végén, hogy pályázatot írunk ki a rendezőnek a kilétére, hogy úgy mondjam. Ez a tavalyi év folyamán elmaradt. Tehát se szeptemberben, se októberben, sem novemberben nem hozta be a polgármester a közgyűlés elé, hogy írjunk ki pályázatot. Én ennek sejtem a politikai okát, hogy ezt miért tették így, de nem jött be a számításuk. És csak januári soros közgyűlésre hozták be a pályázat kiírását. Arra a januári közgyűlésre, ahol az SMS szerint már arról kellene dönteni, hogy mikor és milyen formában kerül megrendezésre a városnapja. Ugye januárban behozták a pályázat kiírását. Balogh László az előterjesztésben 7 millió forintot szerepeltetett a rendezvény költségeire, aminek le kellett volna fednie mind az ünnepi közgyűlést, mind pedig a kültéri, Erzsébet téri rendezvényeket. Mi már akkor jeleztük a közgyűlésen, hogy szerintünk ez a 7 millió forint nem lesz elég, sőt, nagyon kevés lesz arra, hogy ezt tisztességesen meg tudjuk rendezni. Ekkor Bizzer András azt mondta, hogy hát pandémiás év, pandémiás költségvetés, és várhatóan a rendezvény programja is az a pandémiához lesznek igazítva, tehát kicsit szerényebb rendezvényre kerül sor. Jó, megszavaztuk egyhangúan, 14 igennel ment át, ez ugye a polgármester azon a közülésen nem volt ott, és azt szerepelt az egyik határozati pontként, hogy a márciusi közülésre kell ezt visszahozni, tehát a konkrét döntéseket meghozni. Már akkor lehetett látni, hogy az idő az nagyon kevés, de még a pályázathoz kicsit visszakanyarodjak, ugye három meghívott volt, ebből a kettő nem adott be pályázatot, mondván kevés az összeg, ahogy mi is mondtuk, illetve a rendelkezésre álló idő, hogy méltó városnapját rendezzenek. A harmadik pályázó pedig, illetve meghívott a médiaház volt, aki a pályázati feltételeknek nem felelt meg, így hát nem is adott be pályázatot. Ekkor érkeztünk el a márciusi közgyűlésig, ahol a polgármester előterjesztése alapján a KKK-t kívánta megbízni a városnapja megrendezésével, azt a KKK-t, aki ugye három meghívott közül az egyik volt, aki nem adott be a forrás mértéke és a hátralövő idő miatt pályázatot. Tehát őket akarta megbízni a polgármester, hogy nem baj, hogy ti nem tudjátok megrendezni, vagy nem vállaljátok, rendezzétek csak meg áprilisi megrendezéssel. Ezen a közgyűlésen Kovácsné Mikola Mária elmondta, hogy ami a polgármester egyik kifogása a kabinet kapcsán, hogy hát szponzorációt nem tudnak elfogadni, a KKK sem tud elfogadni szponzorációt, tehát ugyanott vagyunk. Viszont mi a polgármesteri kabinetet azért tettük meg szervezőnek, hiszen a polgármesteri kabinetnek a feladatai között, az SMS által rögzített feladatai között nekik ott van, hogy a városi rendezvények szervezésében nekik részt kell vállalniuk. Mi ezzel bíztuk meg őket, ami az SMS-ükben le van írva. Azt nem mondtuk meg nekik, hogy ne hívjanak segítséget, tehát van rendezvényszervező cégünk is, nyugodtan be lehetett volna őt is vonni ebbe a folyamatba, és úgy gondolom, hogy egyébként a polgármesteri kabinet meg is tudta volna szervezni április végére a polgármester vagy a városnapját, hogyha nem Cseresnyi és Péter kampányával foglalkoztak volna, hanem azzal, amivel meg lettek bízva. Mi minden döntést meghoztunk annak érdekében, hogy legyen városnapja. A márciusi közgyűlésen is meghoztunk ilyen döntéseket, többletforrást biztosítottunk, csak ugye a Fidesz kivonult, és kétséges, hogy azok a döntések érvényben maradhatnak-e, sok más döntéssel egyetemben. És így jutottunk el ugye most a választás utánig, ahol a polgármester megint hárítja a felelősséget, és minket hibáztat, hogy most nem lesz városnapja. Én úgy gondolom, hogy
abszolút nyitottak vagyunk, és úgy gondolom, hogy el is kell tolni, hiszen a Sperbank ügye is az, amit nem láthattunk januárban, hogy a pénzünkben ragad, és én azt mondom, még márciusban sem, hiszen bíztunk abban, hogy a képviselő megteszi a dolgát, és a kormánynál elintézi azt, hogy megkapjuk a teljes bent ragadt összeget. Sajnos ez nem történt meg, így fizikai valójában tényleg nincs rá pénzünk, és így azt a döntést meg kell hoznunk, hogy el kell tolnunk. Viszont ahhoz, hogy el tudjuk tolni, ahhoz közgyűlés kell, és közgyűlési döntés, amit meg a polgármester tud összehívni. És bár összefutottunk tegnap bizottságülés után, és váltottunk erről pár szót, ami teljesen más megvilágításba helyezi a kommunikációt, mint az ő Facebookján tapasztalható, de az kell, hogy közgyűlés legyen. Ez legkésőbb 28-án meg fog történni, akkor vélhetően kijelölünk egy olyan dátumot, amikor meg tudjuk tartani, akár a nyár, akár az ősz folyamán. Csak én attól félek, hogy ezt tényleg meg is tudjuk tartani. Tehát a vírushelyzet az ne legyen olyan, hogy ne tudjuk megtartani, mert akkor megint hiába tartjuk meg, megint a piszkos, mocskos éve lesz körülbelül a kommunikáció, hogy megint miattunk nem lehet megtartani, holott minden döntésünkkel azt szorgalmaztuk, hogy legyen városnapja, a közeljövő, tehát a jövőben is minden olyan döntést meg fogunk hozni, ami ezt elősegíti, és nekünk az az érdekünk, hogy legyen városnapja. Főleg úgy, hogy a pandémia miatt az elmúlt két évben nem lehetett. Most egy nagyon hosszú politikai játszmát vázoltál fel a nézőknek, de leegyszerűsítve, jelenleg úgy áll a helyzet, hogy lesz városnapja, csak egy más időpontban, avagy igazak azok a meg nem erősített egyes internetes oldalakon megjelenő hírek, miszerint nem lesz rendezvény. Melyikekre gondolsz? Mert én nem találkoztam ezzel, hiszen a polgármester Facebook oldalán sem jelent meg olyan, hogy nem lesz rendezvény. Az Alai hírlap ezzel címmel hozott le cikket, az állítólagos sajtótájékoztatóról. Ja, hát nem tudom, én őszinte leszek, az Alai hírlapot nagyon ritkán olvasok, hiszen előfizetője se vagyok, ami online megjelenik, azt nem igazán szoktam tanulmányozni, hiszen tudjuk, hogy az Alai hírlap is sajnos lesüllyedt egy propaganda médium szintjére. Ugye soha nem mondhat soha, és ennek az ellenkezőjét se, főleg a politikában, hogy biztos minden, viszont én bizton állíthatom, hogy lesz városnapja. Nem áprilisban, akkor majd júniusban, júliusban, augusztusban, vagy szeptemberben, amit most még nem tudok, hiszen közgyűlési döntés kell hozzá, de én azt nyugodt szívvel tudom vállalni, hogy lesz városnapja, ha csak nem alakul úgy a járványhelyzet, illetve a kormányzati döntések, amik ezt elkaszálják. Visszatérve még, és ez az utolsó kérdésem, azokra hasonlóan hát közösségi oldalnak nevezhető felületre, ami bár nem hivatalos, mint ahogy arról döntött a választási bizottság, és az ott megjelent posztra, ott bizony ismét nagyon durva megjegyzések születtek az éve irányába, ezt miként értékeli a frakció? Hát az, hogy a polgármester megint ellent mond magának, hogy legyen béke, de közben mégse legyen béke, tehát mi afele szeretnénk haladni, hiszen az a város érdeke, de főleg a polgárok érdeke, hogy tényleg legyen már béke, dolgozzunk együtt a városért, és ugye Cseresnyés Péter felszólított minket, hogy működjünk együtt a Fidesz frakcióval és a polgármesterrel, hát mi mindig is együtt működünk velük. Ők azt nehezményezik, és azt nevezik gáncsoskodásnak, hogy mi merünk kérdezni. Hiszen hozzászokhattak az elmúlt ciklusokban ahhoz, hogy nincs kérdés. Amit eldöntenek fönt, azt ő rajtuk átviszik kérdés nélkül. Ugye 2019-ben ez megváltozott. A kanizsai polgárok többsége úgy döntött, hogy változást akarnak. Mi ennek szellemében folytatjuk a munkánkat, és nyitottak vagyunk az együttműködésre, de ez nem csak rajtunk múlik, hanem a másik oldalról. És ahhoz, hogy tényleg előrelépjünk, és ne hátra, ahogy azt a Fidesz is ugye szajkozta a választások előtt, ahhoz bizony ők is kellenek. És lehet tényleg, hogy a közgyűlésnek kicsit más hang nem kell, másképp kell viselkedni, ezt én is aláírom. Én sem akarok belemenni politikai adokkapokba és vitákba, hiszen engem a belvárosi polgárok nem azért küldtek a közgyűlésbe, hogy partalan vitákba részt vegyek, hanem hogy az ő érdekeiket képviseljem. Úgy gondolom, hogy ez az elmúlt, hát most már 2,5 év alapján pandémia ellenére is ez így történt. Én ezt szeretném a továbbiakban is folytatni, és szerintem a frakcióm nevében is mondhatom ezt, hogy mi abban vagyunk érdekeltek, hogy visszás hangzik, de tényleg előre menjünk, és ne hátra.